A legerősebb összeállításban utazott Egerbe a már bajnok NTK, ahol az első párok után 2-0-ás hátrányba került a dobogóra hajtó hazaiakkal szemben. A középső kört követően is megvolt a különbség, a folytatásban azonban egyenlítettek a vendégek, és a több fának köszönhető pluszpontokkal 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. A nyíregyháziak így feltették a koronát egész éves teljesítményükre. Igazából jól indult a bajnokság, a 7. fordulóig folyamatosan győzni-győzni tudtunk, és ott jött egy komoly hullámvölgy, ahol 3 mérkőzésen is pekesen játszottunk, illetve azt lehet mondani, hogy Szegváron meg végképp rosszul játszott a csapat. Az volt a hullámvölgy, viszont onnantól kezdve, és még természetesen hozzátenném, hogy a hazai Eger elleni vereségünk is meglepetés volt. Mindenképpen néhány fán múlott, de onnantól kezdve már nem tudtunk hibázni, folyamatosan nyerni tudtunk. A tavasz folyamán veretlenek lettünk, minden mérkőzésünket, illetve egy Bátony tereni mérkőzésünkön döntetlen lett, minden mérkőzésünket ponttal, pontokkal tudtuk befejezni, és azt lehet mondani, hogy azzal az Egerrel szemben, aki 2 ponttal vezetett az őszi szezonban, most így a tavaszi szezon végére 7 pont lett a különbség, és ebből is látszik, hogy mennyire sikerült nagyon jól játszanunk tavasszal, és hozzáteszem, hogy a másik helyezett BKV előrével szemben is 5 ponttal zártuk ezt a bajnokságot, úgyhogy ahogy az egri csapat is nyilatkozott, hogy mindenképpen a legjobb csapat jutott fel a Szuperligába. Bár a bajnokságnak vége, a nyíregyházi játékosok még edzésben maradnak, mivel 2 nemzetközi megmérettetés is vár rájuk a nyári pihenő előtt. Május utolsó hétvégéjén, azaz június első napjaiban a Kárpát-kupát, a jubileumi Kárpát-kupát fogjuk megrendezni, ugyanis 20. éves már a nyíregyházi Teke klub ebbe az évbe, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy évszám számunkra. Ekkor a szokásos külföldi csapatokat fogjuk majd vendégül látni Nyíregyházán, illetve egy másik meghívásnak teszünk eleget. A Nagysáros csapatánál, szlovákiai Velkisároson veszünk majd részt június 22-én egy nemzetközi tornán, ugyanis a sárosi sport élet 100 éves évfordulója alkalmából rendeznek egy különleges tornát, ahova a nyíregyházi testvércsapatot is meghívták. A nyíregyházi Teke klub mellett a nyugati csoport bajnokaként a székesfehérvári Köfém SC jutott fel a Szuperligába. A legmagasabb osztálytól a Balogunyom és az Ajka búcsúzott.